Sziasztok! FX-el vagyok, és ebben a videóban az Ikem Fel című nevű játékot fogom bemutatni. Ez nem teljes értékű bemutató lesz, igazából most egyszerűen csak el fogom lopni Éjjeli Vakonnak a véleményezős videós formátumát. Mert hogy van mit mondanom erről a játékról, de nem igazán gondoltam, hogy teljes értékű bemutatót szeretnék róla csinálni, ezért így nagyjából átrágnám magam azokon a dolgokon, amiket el szerettem volna róla mondani. Nem írtam scriptet ehhez a videóhoz, egy-két dolgot azért így felírtam, hogy ezt meg ezt a dolgot említsem meg, de így nagyjából teljes mértékben improvizálni fogom. Aztán, hogy ez a formátum mennyire lesz maradandó, az majd később elválik. Szóval Ikem Fel, alapvetően ez egy átlagos hétköznapi indie RPG, Marietteről szól, aki keresi a boszorkány testvérét egy boszorkány iskolában, és útközben rájön, hogy neki is vannak varázslós képességei, basically ennyi. Amit érdekesség tudni lehet erről a játékról, hogy a készítője valamikor szobatársa volt Maddie Thorsonnak, aki ugye a Celestet készítette. Nem tudom, hogy ez mennyire is, hogy mennyire inspirálták ezzel egymást utólag, meg ha jól tudom, azóta együtt is dolgoznak az Earthblade-en, nem vagyok biztos benne, pontosan nem akarok butaságot mondani. Minden esetre, ja, ez is egy dolog, ami megtörtént, aztán a Celeste az egy hatalmas sikerbigyó lett, ez a játék meg annyira nem olyan sokan ismerik, és hát nem is annyira jó, mint a Celeste, de nem akarok rögtön ebbe belevágni, kezdjük inkább a pozitívumokkal. Az art style először is elsősorban nekem nagyon tetszik, minden karakternek meg a legtöbb objektumnak van egy ilyen fekete vagy fehér körvonala, nagyon, hogy is mondjam, könnyű ezt a játékot nézni, nagyon jól esik a szemnek nézni, nem veszek el a túl sok részletben, ha ennek van így értelme, hogy ezt mondtam, és egyébként is én úgy éreztem, hogy a rajz stílus az annak teljes mértékben sikerült megtalálni önmagát ebben a cuki kis egyszerű pixelartos cuccmákban. Emlékeztet egyébként leginkább az Earthbound-ra, de mégse annyira, kicsit azért mégis más. Anyways, igen, tehát szépen néz ki a játék, még a minimalista is. Ott van még a zene is, úristen, a zene ebben a játékban egyszerűen fantasztikus, nagyon jó, imádom, és hogyha megint nem tévedek, akkor ugyanaz a kompózer csinálta ez a játékhoz a zenét, mint aki a Steven Universe, ez a háttérzenét, szóval igen, egyébként végig érzik a hozzáértése is benne, nagyon jól van megmixelve, jól vannak kiválogatva a hangszerek, még hogyha kicsit le is vannak egyszerűsítve a választások, gondolok itt arra, hogy valami átlag chiptune szintetizátort mixel eredeti hangszerekkel, ami de igazából passzol, nekem tetszik, jó a zene, ja, és persze nagyon jól van megkomponálva, nagyon jól vannak megírva a zenék, van egy motívum, ami sokszor vissza-vissza jön, és tud képes még érzelmeket is kiváltani belőled. Harmadik pontként, amit még felírtam, hogy nagyon tetszik, és ezt fel se kellett volna írnom azért, hogy megjegyezzem, a harcrendszer. A harcrendszert imádom ebben a játékban. Úgy működik, hogy ilyen nem teljesen saktáblaszerűen, mert nyilván más a felbontása a pályáknak, de mindig egy nagyjából ugyanakkor a harctérre kerülsz, ahol négyzetekben lehet mozognod neked is és az ellenfeleknek is, és a lényeg az, hogy megfelelően tud pozícionálni magad azért, hogy az ellenségeket érje a támadásod, illetve minden egyes támadásnál, meg minden egyes védekezésnél tudsz nyomni egy gombot azért, hogy vagy felerősítsd a támadásodat, vagy kivédd az ellenfél támadását, ami tök jó, mindig hozzáad egy ilyen kis reakció time-ot minden egyes körhöz. Illetve ebben a játékban nincsen magic meter, tehát nincs olyan méter érték, amit a támadásaim levisznek, tehát mindegyiket használhatom végtelenszer, itt tényleg nagyon a stratégia a fókusz, bármennyiszer healelhetek valakit, bármennyiszer használhatom ugyanazt a támadást, de igazából nem nagyon vettem észre magamon, hogy ugyanazokat a támadásokat használnám túl sokszor egymás után, mert tényleg annyi a variáció, főleg idővel lesz nagyon sok a variáció, hogy egyszerűen csak jó használni őket, és stratégiailag is megéri, hogyha kombinálom a dolgokat.
Hát már az Overworld-ön keresztül is nem random encounterek vannak, hanem az enemikkel, amikkel meg akarunk küzdeni, azokat látjuk. Ott vannak, mint például a Chrono Triggerbe, és csak akkor kezdünk el egy random battle-t, hogyha hozzájuk is érünk. De őszintén én, tehát egyetlen alkalom nem volt ebben a játékban, hogy ne akartam volna egy random encountert, egy battle-t megcsinálni, mert tényleg az összes élvezetes, változatosak, az ellenfelek mindig valami újabbal és újabbal rukkolnak elő, hogy kicsit feldobják ezt a fajta harcrendszert. Imádom, a harcrendszer a legjobb része a játéknak. És hát akkor ugye negatívumok is vannak. Igen, vannak. Quite a lot, sajnos. Oké, itt azért leszögezném, hogyha valaki így játszani akar ezzel a játékkal, akkor nekem a pozitívumok azért úgy elnyomták a negatívumokat, csak az a baj, hogy ténylegesen nagyon észrevehetőek a negatívumok, és azért zavaróak tudnak lenni. Az első az, hogy az Overworld, tehát a világ, amiben így járkálunk, sétafikálunk, az túlságosan le van egyszerűsítve. Egyrészt mindegyik éria csak egy ilyen one screen, ami amúgy nem lenne baj, mert igazából tudom, lehet, hogy ez furán hangzik, de valamennyire segít navigálni, meg úgy segít így a fejemben is felosztani, hogy akkor most nagyjából hol vagyok. Viszont őszintén szólva az a baj, hogy semmi érdekes nem történik az Overworld-be, tehát gyakorlatilag csak arra szolgál, hogy ott legyen egy-két bolt, egy-két helyszín, egy-két karakter, meg egy-két random encounter, de nem igazán voltak olyan nagy puzzle-ök, amik érdekesebbé tudták volna tenni, vagy bármi, ami úgy egy kicsit az átlagosabbnál eltérővé tette volna. Olyan érzés ebben a játékban az Overworld-ben járkálni, mint hogyha egy Hub World-ben lennék, és várnám, hogy bemehessek az igazi pályára, amit valahogy soha nem akar megtörténni. Ugye még ott van az a része is, hogy ez ugye egy RPG, story-based, sok a textbox, jó, azért annyira nem sok, de azért nyilván kell olvasni, hogy tudjam, mi a sztori, de egyébként ez is pozitívum, hogy a szöveget azt sosem éreztem túl soknak, hanem mindig ilyen pont jól belenszólt volt, hogy tudjam, hogy nagyjából mi a sztori, nem is volt túl kevés, szóval úgy pont jól volt belőve a szövegnek a mennyisége. Nem is a mennyiségével van baj, hanem a minőségével, ennek a játéknak a szövege kibaszott rosszul van megírva, sajnálom, de a sztori egyszerűen nem érdekes, a karakterek elképesztően egydimenziósak. Poénok nem viccesek, az egészben az a legrosszabb, hogy főleg a karakterekben lett volna potenciál, lehettek volna érdekesek, de nem, tehát úgy érzem, hogy amikor ezeket a karaktereket megírták, még igazából a sztorit is, de főleg a karaktereket, kigondoltak egy basic ideát mindegyiküknek, azt leírták, hogy oké, akkor ennek a valakinek ez lesz a fő személyiségvonása, és utána elfelejtették volna továbbírni őket, hogy ne csak ez az egyetlen egy személyiségvonás legyenek. Borzalmas. Tényleg, lehetne érdekesebb, lehetne jobb, de valahogy nem, valahogy mindig úgy érzem, hogy az írás, meg a sztori, meg a karakterek személyiség az valahogy vissza van fogva. Valahogy a fejlődésüknek elállja az útját egy nagy fal, és nem tudnak rajta tovább lendülni, amit nagyon sajnálok. Mert mondtam, tehát tényleg ott lett volna benne a potenciál. Ennek ellenére, mint ahogy mondtam, én még mindig úgy érzem, hogy ez a játék megéri az időmet. Ti időtöket is feltételezem, remélem, hogy meg fog érni. Mondom, a combat legjobb része. Csak azért megéri kipróbálni, a zene is fantasztikusan nagyon jó. Vizuális téren is rendben van. Nem tudom, hogy ezt most hogyan zárjam le, talán pontozhatnám. Nem tudom, nem szoktam pontozni, de akkor mondjuk adok rá 10-ből 7? Pontot, 6-7 között, nem tudom, a 6 az már túl rossznak hangzik, de a sztori az sajnos nagyon lerontotta. Legyen 7, azért megérdemli. Szerencsére az tényleg, az jó volt, az értem, az jó, az nagyon, az cool, az igen. Soundtrack meg simán olyan material, amit beteszek hallgatni, ha közben valamint dolgozok háttérbe. Úgyhogy gondolom, ez most így ennyi, szóval, hogyha tetszett nektek a videó, akkor iratkozzatok fel, lesznek még videók, úgyhogy legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!